A magángimnázium 57 végzős diákja a valós körülményekhez hasonló környezetben tehette próbára tudását. 4 tantárgyból megírták a próba érettségét, ami hasznos felkészítő, egyfajta főpróba az írásbeli érettségire. Kipróbálhatják, hogy milyen is az, hogy is néz ez ki, hogy is működik, hogy ez ne csak elmélet legyen a fejükben, hanem egy kipróbált gyakorlat, ahol is tapasztalatokat szereznek, és hogyha beülnek érettségizni márciusban, ez már egy ismeretlen tevékenység legyen számukra. Föltérképezi a tudásukat, és rámutat azokra a hiányosságokra, amelyek még megvannak, és az utolsó 4 hetes hajrában még ezeket ki lehet küszöbölni, lehet csiszolni, pótolni a dolgokat, amelyek még hiányoznak ahhoz, hogy jó eredményt érjenek el az érettségén. A diákoknak olyan követelményeknek kellett megfelelniük, amelyek egy hónap múlva éles helyzetben is várják őket. Olyan feladatokat kaptak, amelyek a korábbi évek írásbeli érettségi feladatai között már szerepeltek. Elég jól sikerült, a nyelvtannal talán lesznek egy kis hibák, de az irodalom rész az jól ment. Szoktam így 2 hetente, 7 végente megoldani egy-egyet az előző évek érettségeiből, és igazából ez is olyan volt, amit már egyszer oldottam, úgyhogy remélem, hogy jó lesz. A magyartól, angoltól annyira nem, a szlováktól félek egy kicsit. A végzős diákok az írásbeli érettségit élesben március 12-e és 15-e között írják. A magyar és szlovák írásbeli feladatok megoldására 100 perc, az angol nyelvre 120, a matematikára pedig 150 perc áll rendelkezésre.